Lakossági fórumot tartottak Vásárosnaményban, ahol a tájvízgazdálkodási beruházásokat mutatták be az érdeklődőknek. A következő időszakban több mint 56 kilométer hosszú csatornarendszert újítanak fel, de rekonstruálnak 73 műtárgyat és 3 vízpótló csatornát is építenek a megyében. Ezek célja a berekben keletkező belvizek visszatartása, a megfelelő vízpótlás és a talajvízszintek emelése. A meglévő belvízcsatorna hálózat felújítása fog történni, csatorna rekonstrukciókat hajtunk végre, és egyúttal vízkormányzó, vízpótló létesítményeket is építünk. Két helyen lesz vízkivételi mű építése, ami lehetőséget biztosít majd ökológiai vízpótlásra, nemzeti parkos vízpótlásra, vagy gazdálkodóknak öntöző vízszolgáltatásra. A Tisza bal partján az ukrán határ mellett, valamint a már meglévő beregi árapasztó tározó vízpótló csatornájánál várhatóak majd ezek a fejlesztések. A beruházást Keopos pályázati forrásból az Országos Vízügyi Főigazgatósággal közösen valósítja meg a Feti Vízig. A kormány határozat alapján 1,2 milliárd bruttó forint keretben lett meghatározva az összeg, és igazából ez a projekt kapcsolódik az előző uniós időszakban megvalósult beregi árapasztó projekthez, és az idő hiányában abban az időszakban nem valósulhatott meg, ezért ez a 2014-20-as uniós támogatási rendszer keretében valósul meg. A pályázati lehetőségre 2015-ben volt módunk, és a Felső-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közös konzorciumot hozott létre, és közösen pályáztunk ennek a projektnek a megvalósítására. A beruházás jelenleg a kivitelezés stádiumában áll. A tervek szerint a munkálatok 2018. augusztus végén befejeződnek.